Gunda Béla a Debreceni Tudományegyetem néprajzi tanszékének alapító professzoraként 1949-től 1994-ben bekövetkezett haláláig dolgozott és élt a Civisvárosban. Amint az közismert, azután érkezett új állomáshelyére, amikor a román hatóságok a Kolozsvári Egyetem néprajzi tanszékén betöltött munkaszerződését annak lejárta előtt, 1948-ban egyoldalúan felbontották. Gundát 1949-ben a Vallás és Közoktatási miniszter nevezte ki a Debreceni Tudományegyetem bölcsészettudományi karára nyilvános rendes egyetemi tanárnak, azzal a feladattal, hogy szervezze meg az egyetemi szintű néprajzi oktatást. Természetesen mindez nem előzmények nélkül történt, hisz Gunda Béla életútjának szinte minden korábbi állomása afelé mutatott, hogy szeretett tudományának nagyformátumú és európai jelentőségű tudósaként iskolateremtő szerepet töltsön be valamely nagymúltú magyarországi egyetemen. Az, hogy szakmai pályája Debrecenben teljesedhetett ki, a sors akarata volt, igaz, az ide vezető út számtalan kanyart vetett. Gunda Béla 1911. december 25-én született Temeshüvesen, majd az alap- és középfokú iskolái elvégzését követően a rendkívül színes korai életút kiemelkedő jelentőségi volt a Debreceni Néprajzi Intézet későbbi megszervezéséhez. Gunda Béla 1934-39 között Györfi István mellett dolgozott gyakornokként, ami az akadémiai tudós szerep mintáinak megtanulásában játszott fontos szerepet. Másodszorban 1938-39-ben, majd 1947-48-ban Sigurd Eriksson stockholmi intézetében tanult etnológiát, valamint hallgatta a nagyhírű professzor előadásait, melyeken keresztül megismerkedett a korszerű terepkutatás elméletével és módszertanával. A debreceni iskolateremtő szervező és tudományos munka közvetlen előzménye volt az 1943-48 között Kolozsvárot egyetemi tanárként végzett munka, ami fontos tapasztalatok forrása volt ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem Néprajzi Intézetét Közép-Európa egyik kiemelkedő szakterületi műhelyévé szervezze. A debreceni intézmény valóban klasszikus egyszemélyes iskolateremtői munka eredménye. Az egyetem harmadik emeletén megkapott helyiségek közül a tanítványok visszaemlékezései alapján az intézeti életben a 343-as számú szoba kiemelkedő jelentőségű volt. Gunda Béla itt tartotta a kis létszámú néprajzszakos hallgatóknak szemináriumokat, és ide kerültek a könyvújdonságok, a hazai és külföldi folyóiratok. Gunda professzor a tudományos munka minősége zálogának tekintette a legfrissebb magyar és nemzetközi szakirodalom beszerzését. Ennek eredménye lett, hogy az intézeti könyvtár a nemzetközi etnológiai, antropológiai és etnográfiai szakirodalom egyik kiemelkedő hazai gyűjtőhelye lett. Gunda professzor több mint 100 olyan tanítványt nevelt, akik napjainkig meghatározó személyiségei a magyarországi néprajztudománynak. A tanítványok visszaemlékezéseikben Gunda Béla oktatói munkásságának két fontos alapelvét gyakorta kihangsúlyozzák. Az egyik az elméleti tájékozottság és a lényeglátó képesség fejlesztése volt, amit a lexikális adatok értelmezéséhez szükséges előfeltételnek tekintett. Másrészt a személyes példaadás, amit leginkább a terepkutatások alkalmával gyakorolt. Szokása szerint minden héten egy napot terepen töltött, ahová elvitte hallgatóit, akik személyesen tapasztalhatták meg a terepkutatás módszerének gyakorlatát a kapcsolatteremtéstől, az adatfelvételig. A Debreceni Néprajzi Intézet életében fontos szerepet játszott, hogy Gunda professzor 1951-54 között a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt. A Néprajzi Intézet modellje, különösen az egyetemi oktató munkát támogató magas színvonalú kutatógárda megszervezése modellé vált és nagymértékben hozzájárult a kar általános színvonalának emelkedéséhez. A Debreceni Néprajzi Iskola kibontakozásának meghatározó állomása volt az 1952-ben megszervezett akadémiai kutatócsoport, amely a mai napig a hazai etnográfiai kutatások sikeres műhelye. A 60-as évek közepére jól láthatóvá vált,
hogy a debreceni tanszék fejlődésének fontos vonása volt az a kölcsönösen előnyös kapcsolat, ami az iskolateremtő professzor munkássága és az általa létrehozott intézményi keretek között bontakozott ki. Gyűjtő útjai az egész Kárpát-medencét behálózták, az Őrségtől a Zemplénig, a Szatmártól Gyimesig. A tanszék és az akadémiai kutatócsoport hosszú távú módszeres regionális kutatásai a magyarországi néprajztudomány történetének fontos fejezetei. 1950 és 57 között a szatmári falvak, 1956-66 között a Zempléni hegység, majd a 70-es évektől a Hortobágy népi kultúráját tanulmányozta az intézet munkatársaival együtt. A magyar nyelvterület mellett a szomszéd népek tanulmányozásának is kitüntetett figyelmet szánt, majd a 70-es évektől Közép- és Nyugat-Európa felé tájékozódott. Mindez természetesen fontos hatást gyakorolt a néprajzi tanszék gazdag külföldi kapcsolathálózatára, ami az itt dolgozó szakemberek számára biztosította, hogy bekapcsolódjanak a tudományterület nemzetközi vérkeringésébe. Gunda Béla szakmai munkásságának legfontosabb nemzetközi elismerése az 1978-ban elnyert Herder-díj volt. A terepmunkák mellett a debreceni műhely kibontakozásának Gunda Béla bő negyedszázadot felülelő tanszékvezetői munkássága idején rendkívüli jelentőségű teljesítménye volt a széleskörű publikációs tevékenység, amiben munkatársait is bevonta, amellett, hogy több hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztésében is részt vett. A néprajzi tanszékhez szorosan kötődő műveltség és hagyomány alapító szerkesztőjeként 1960 és 76 között létrehozott teljesítménye a debreceni műhely fontos védjegyévé vált. Számtalan publikáció, monográfiák, tanulmányok, szakcikkek fémjelzik Gunda Béla munkásságát, amelyek ma már a magyar néprajz klasszikus szövegei. Itthon tudományos, iskolateremtő munkásságának, szakmai teljesítményének legmagasabb elismerése az volt, amikor 1991-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották. Az egészen 1994-ben bekövetkezett haláláig Debrecenben élő és a tanszék munkájában aktív szerepet vállaló Gunda Béla professzor lenyűgözően gazdag életútja, a mai napig meghatározó öröksége a magyar és az egyetemes etnográfiának, és mindenekelőtt a debreceni néprajzi műhelynek.